Alapkőletétel, tantermek, tornaterem és egy 500 adagos konyha épülhet a Nyírbátori Bátor István Katolikus Általános Iskola gimnázium és szakgimnáziumban. Elértük a termés átlagot, eléri a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei búzatermés az országos átlagot, ez hektáronként 5,2 tonna az idén. Nyílt nap a biztonságért, tűzvédelmi nyílt napot tart a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szeptember 18-a és 20-a között a társasházaknak. Kilenc tantermes oktatási épület, tornaterem és 500 adagos főzőkonyha épül a Nyírbátori Bátor István Katolikus Általános Iskola gimnázium és szakgimnáziumban. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A közel 1,3 milliárd forintos beruházás forrását a magyar állam és az intézmény fenntartó Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye biztosítja. Az új épületrész alapkövét ma tették le Nyírbátorban, a műszaki átadást 2018. április végére tervezik. A 2013 óta egyházi fenntartási intézménybe közel 500 diák jár, jelenleg sem az ő számukra, sem a pedagógusok számára nem biztosított az étkeztetés. Ez valamint a mindennapos testnevelés és a bővülő gyereklétszám tette szükségessé azt a beruházást, amely 3220 négyzetméteren 9 tanteremmel és egy tornacsarnokkal, valamint a már meglévő épületszárny átalakításával, 950 négyzetméteren egy konyhával és egy ebédlővel bővíti az iskolát. Szeretnénk azt a nagyon fontos változást elérni, hogy az itt tanuló gyermekek tudjanak ebédelni. Egészséges, minőségi ebédet, étkezést tudjunk biztosítani a diákoknak és a pedagógusoknak. És hát a tornacsarnokkal, illetve az épület szárnyal, az iskola szárnyal, a tantermekkel még korszerűbb oktatást, egészséges tanítást, nevelést tudjunk elérni. A szellemiség, mondom, adott, jó irányba haladunk. Szeretnénk most egy kicsit a másik oldalt, a körülményeket is változtatni, fejleszteni, és hála Istennek úgy néz ki, hogy sikerül. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára arról beszélt, fontos, hogy az állami iskolák mellett az egyházi intézmények is részesüljenek a kormányzati támogatásból. Nagyon fontos üzenet, hogy az egyházi iskoláink, felekezeti iskoláink, azok ugyanolyan részesei a magyar társadalomnak. Az igény hatalmas nagy rá, nagyon sok szülő szeretné egyházi iskolába járatni a gyermekeit, még arányában még messze nincs annyi iskola egyébként egyházi kezelésben, tulajdonban, mint amennyien erre igényt tartanának, de az biztos, hogy nekik is részesedniük kell abból a támogatási rendszerből, amit minden más iskola részesül. A térség országgyűlési képviselője Simon Miklós kiemelte, hogy jelenleg több milliárdos nagyságrendű beruházás is zajlik Nyírbátor körzetében. A város nagyon fontos a római katolikus egyháznak, mivel hogy a térségben ez az első katolikus középiskola. Nyírbátorban és közvetlen környékén 5 milliárdos beruházás zajlik most, tehát 5 darab 1 milliárd forint értékű. Itt a munkahelyteremtésről szólnék elsősorban, de a közigazgatás fejlesztés is lehetőséget kap. A város polgármestere szerint a hasonló beruházások növelik a település megtartó erejét. Azt gondolom minden város életében, hogy a fiatalok számára olyan körülményeket alakítson ki, oktatásban, sportban, szórakozásban, hogy az ott élők ott is szeressenek maradni, miután már mondjuk elvégezték az iskolát. És azt gondolom, hogy egy ilyen beruházás az több szempontból is jó alapot jelent erre. Az nem kérdés, hogy a sportolás mindenképpen ez, de egy ilyen iskola bővítés, egy ilyen létesítményfejlesztés az több szempontból is szolgálja ezt a célt. A beruházás alapkövét ma délután tették le, a munkálatok már a héten elkezdődtek, és a tervek szerint 2018. április végén történhet meg a műszaki átadás. Eléri a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei búzatermés az országos átlagot, ez hektáronként 5,2 tonna idén. Bár a tavalyi rekordév eredményétől ez 7%-kal elmarad, az elmúlt 5 év arányát még így is meghaladja közel 5%-kal. A magyar búza versenyképes exportáru is, ugyanis géntechnológiai módosításoktól mentes, és kiváló minőségűnek számít. Befejeződtek az aratási munkák. A tavalyi történelmi rekordhoz képest idén alacsonyabb volt a búzatermés. Ennek ellenére is biztosított a hazai ellátás és az export is. Országos szinten ugyanis 958 000 hektáros területről 5 millió tonna termést takarítottak be a gazdák.
Arányait tekintve átlagosan elmondható, hogy a betakarított mennyiség 70%-a takarmánybúza, a maradék 30 pedig az étkezési búzái volt eddig, idén azonban ez körülbelül fele-fele arányú lett. Ebben az évben a termés átlag mintegy 5,2 tonna volt hektáronként, minősége pedig nagyon jónak mondható. A mi megyénkben a búza talán az, ami az országos átlagnak megfelelően meghaladja az 5 tonnát, körülbelül 25 ezer hektáron termelünk itt búzát. A Tritikáléban még ilyen nagy területen, ott 3,8 tonna a megyei átlag, ez országos szinten közel van a 4,2-höz, és rost termelünk még ilyen nagyon mennyiségben, körülbelül 4 ezer hektáron. Itt a 2,8 hektár a megyei átlag, ez is valamivel kevesebb az országos átlagtól. Az idei össztermés a 2016-os rekordévtől mintegy 7%-kal marad el, de az elmúlt 5 év arányát még így is meghaladja, közel 5%-kal. A magyar búza azért is lehet versenyképes exportáru, mert géntechnológiai módosításoktól mentes és kiváló minőségűnek számít. Körülbelül 2,3 millió tonna az a mennyiség, amelyet a külföldi piacra szánnak. Rekordokat döntött idén a nyári turizmus Magyarországon, ugyanakkor az első fél éves adatok is kimagasló számokat mutatnak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében júliusban ugyan kisebb visszaesés figyelhető meg a mutatókban, viszont az egész év tekintetében itt is jelentős növekedés tapasztalható a szálláshelyek teljesítményében. A Balaton még mindig sláger. A belföldi éjszakák 37%-át ebben a turisztikai régióban regisztrálták. De nem csak a magyar tenger környéke vonzó, hanem az ország más területeit is sokan keresik fel, a magyarok mellett a külföldiek is. Ezt mutatja az is, hogy idén kimagasló számokkal zárt a nyári turizmus Magyarországon. Ugyanakkor az első 7 hónap eredményei is növekedést mutatnak, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal kimutatásából. A turisztikai szálláshelyek összességében sikeres időszakot tudhatnak maguk mögött, mind a főszezonhoz kapcsolódó július, mind az év kezdetétől számított kumulált adatok tekintetében. Júliusban az előző év azonos hónapjához képest a külföldiek által eltöltött vendégészakák száma 2,6%-kal 1,9 millióra emelkedett országosan. A vendégészakában mért forgalom a szállodákban, a panziókban és a kempingekben is bővült. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is jól zárt az idei nyár, bár enyhe csökkenés figyelhető meg. A vendégészakák száma júliusban 56 ezer volt, ez 4%-os csökkenés jelent tavalyhoz képest. Ez elsősorban nem a külföldi, hanem a belföldi vendégforgalom csökkenésének tudható be. A megye szálláshelyeinek szobakihasználtsága is némileg alacsonyabb az előző év hasonló időszakához képest, 36% volt júliusban. Ennek ellenére az árbevétel növekedett. Jóval kedvezőbb kép rajzolódik ki, ha a január és július közötti időszak összesített adatait nézzük. Ebben a tekintetben a vendégészakák száma 3,4%-os növekedést mutat, elsősorban ebben az esetben is a belföldi vendégforgalom növekedésének köszönhetően. A szobakihasználtság pedig 31%-os volt, ez is ebben a 7 hónapban, tehát az összesített adatokat tekintve egy 3,6%-os növekedést jelent, kereskedelmi szálláshelyek árbevétele pedig 5,5%-kal növekedett a megyében. Országosan és a megye tekintetében is az figyelhető meg, hogy az első 6 hónapban elsősorban a vendégforgalom növelte a szálláshelyek teljesítményét. Júliusban változott a kép, és nem a vendégforgalom bővülése, hanem a szállásdíj bevétele húzta felfelé a mutatókat. Évente mintegy 500 lakástűz keletkezik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a különböző szabályok betartásával azonban lehetne csökkenteni ezt a számot. Ennek érdekében úgynevezett tűzvédelmi nyílt napot tart a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szeptember 18-a és 20-a között. A szervezet az elmúlt másfél évben átvizsgálta a megyei társasházakat, az ellenőrzéseket pedig pozitív tapasztalattal zárták. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, szükséges egy úgynevezett tűzvédelmi nyílt nap a társasházak lakói számára, közölte a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgató helyettese. Nagy József hozzátette, a szabályok betartása jelenti a biztonság alapját. Rendszeresen megjelenő problémaként tapasztalják például, hogy nem tudják, hova szerelhető fel a vagyonvédelmi rács, de sokszor a menekülési útvonalat sem hagyják szabadon. Országos tűzvédelmi szabályzatunk hozott egy pár olyan
döntést benne, amely érinti a lakóházak tűzvédelmét. Gyökeres változások nem következtek be ebben. Igazából mi arra szeretnénk ezzel az akciósorozattal felhívni a figyelmet, hogy tartsák be ezeket a szabályokat. Felhívnánk azokra a figyelmet, amelyek az OTS-ben megjelenő új szabályozásokat vannak maguk után. Többek között ilyen, hogy csak egyet említsek, ebből a 14 méter lakótér magassággal rendelkező épületeknél egy 3 éves időszak volt arra meghatározva, hogy a szellőző rendszerek tisztítását, karbantartását elvégezzék, ami a jövő év márciusában le fog járni. Szabályozták például a folyosók használatát is. A közös közlekedő területeken egyaránt biztosítani kell a szabad menekülési, illetve tűzoltási útvonalat. Ennek a legkisebb szélessége 110 cm, magassága pedig 196 cm, így ezentúl a virágokat, polcokat és egyéb tárgyakat csak ezeken a területeken kívül helyezhetnek el az ott lakók. A jogszabály tavaly március 31-én lépett életbe, azóta minden társasházat megvizsgáltak a katasztrófavédelem szakemberei, és pozitív tapasztalatokkal zárták az ellenőrzési sorozatot. Egy tűzeset során a mentésben résztvevők testi épségére is vigyázni kell, közölte Leskovics Zoltán tűzoltósági főfelügyelő. A menekülési útvonalakat ezért kell minden esetben szabadon hagyni. Évente több száz tűzesetben segítenek a megyében, ezek egy része társasházakban keletkezik. Otthon jellegű épületekben bekövetkezett tűzesemények nagyságrendileg 4-500 következik be egy esztendőben. Idén már szeptember 15-ig 371 ilyen tűzesemény történt a megyében, 17-en sérültek meg, és 2 személy vesztette az életét. Az elmúlt évek során pedig nagyságrendileg 25-40 fő sérülése következett be lakóháztűzeknél, otthon jellegű épületek tűzeinél, illetve 2015-ben 5 személy vesztette az életét, 2016-ban pedig 4. Szeptember 18-a és 20-a között nem csak Nyíregyházán, hanem Fehérgyarmaton, Mátészalkán és Kisvárdán is várják majd a társasházak lakóit a katasztrófavédelem szakemberei. A Nyíregyházi Járásbíróság befolyással üzérkedés büntette és más bűncselekmény miatt 4 év börtönbüntetése és 5 év közügyektől eltiltás mellékbüntetése ítélte SZJL korábbi polgármestert, elsőrendű vádlottat, aki 2013. januárjában élettársával DN a másodrendű vádlott jelenlétében megállapodott 2 ukrán állampolgára, hogy politikai és közéleti befolyását felhasználva a kedvezményes honosításhoz szükséges feltételek hiányában is segítséget nyújt kárpátaljai ukrán személyeknek a magyar állampolgárság megszerzéséhez. Az elsőrendű vádlott azt ígérte az ukrán vádlottaknak, hogy nagy összegű euró fejében Magyarországon hivatalos személyek az ő kérésére a kedvezményes honosításokat elintézik. 2013. január 1-e és december 31-e között a volt polgármester és élettársa legalább 594 ukrán személytől minimum 386.100 eurót, azaz 111.254.715 forintot vettek át a negyed és az ötödrendű ukrán vádottaktól, azonban egyetlen honosítási eljárás sem kezdeményeztek. Az átvett összeget saját céljaikra fordították. A másodrendű vádlottat a törvényszék 2 év börtönbüntetése ítélte, amelynek végrehajtását 4 év próbaidőre felfüggesztette. A negyed és ötödrendű vádlottat befolyás vásárlása büntette miatt egyenként 6-6 hónap börtönbüntetése ítélte a járásbíróság, a szabadságvesztés végrehajtását mindkét vádlott vonatkozásában 1-1 év próbaidőre felfüggesztette. Az ítélet nem jogerős áll a nyíregyházi törvényszék közleményében. Megnyílt az őszi tárlat, 77 alkotás tekinthető meg a Nyíregyházi Városi Galériában. Részletek később, most lássuk, hogy mi lesz még a híradóban. A hétvégén rajtol a bajnokság a férfi kézilabda NB1B-ben. A Nyíregyházi KC a szombati nyitányon az Ózdot fogadja. Szombaton Ózdon kezdi a bajnokságot az NB2-es Mátészalkai női kézilabda csapat. 57 művész, 77 alkotása tekinthető meg a Nyíregyházi Városi Galériában nyílt Szabolcs-Szatmár Bereg megyei őszi tárlaton. A kiállítás a megye legnagyobb képzőművészeti seregszemléje. A legjobb alkotásokat a szakmai zsűri külön elismerésben is részesítette.
festmények, grafikák, fotók. Csak néhány azon technikák közül, melyek bemutatkoznak a Nyíregyházi Városi Galériában a csütörtök délután megnyílt Szabolcs-Szatmár Bereg megyei őszi tárlaton. Az évente megrendezett kiállításon valamennyi képzőművészeti ág képviselteti magát. Most nagy örömünkre több mint 80 művész pályázott, közel 300 művel. Nagyon fontos, hogy az egész régiónak a művészetét bemutatja. Szabad beadásos rendszerűvé tettem, tehát azt jelentette, hogy bárki a megyében, aki művészettel foglalkozik, pályázhatott, és a szakértő zsűri volt, aki eldöntötte, hogy kik kerülhetnek a kiállításra. A zsűri végül 57 művész 77 alkotását találta kiállításra érdemesnek. A tárlat egy megmérettetésnek is tekinthető, ahol a szakmai zsűri által legjobbnak tekintett két alkotó munkáját elismerésben részesítik. Idén is díjat adott a város és a megye, amely díjakat Homorú Réva festőművész és Kis László Gergő grafikus művész kapta. Igazából én spontán döntés volt, én beadtam ezt a három munkát. Pont egy nagy kállói ismerősöm javasolt, hogy adjam be őket. Ezeket a képeket egyébként Kőszintér 2017 nevezetű alkotótáborban csináltam. A téma a nő volt, úgyhogy én ezeket nagy betegségemben otthon csináltam végül meg, és utólag adtam be erre a művésztelepre. És aztán úgy gondoltam, hogy érdemes lenne vele még pályázni valahová. Az őszi tárlat a megye legfontosabb képzőművészeti seregszemléje, de a helyi határokon túlmutató lehetőségeket is kínál a művészeknek. Azért fontosak ezek a tárlatok, hogy ilyen módon is be tudjanak kapcsolódni ezek a művészek a ország és talán az európai világművészeti trendekbe is, és időre megvérettessenek ezen a szűrőn is. Ez számukra is feladat, a helyi közösségnek is lehetőség, hogy megnézze az évi termést. A kiállítás anyaga október 14-ig tekinthető meg a Nyíregyházi Városi Galériában, valamint a Váci Mihály Kulturális Központban. A hétvégén rajtol a bajnokság a férfi kézilabda NB1B-ben. A nyíregyházi KC a szombati nyitányon az Ózdot fogadja. Bécsi János együttesétől heten távoztak a nyári szünetben. Helyükre 9 új játékos érkezett. A cél a legjobb 6 közé kerülés a keleti csoportban. Alapos vérátömlesztésen esett át a nyári szünetben a másodosztályú nyíregyházi férfi kézilabda csapat. 7 zömében rutinos játékos távozott, helyükre 9 fiatal kézilabdázó érkezett. A felkészülési időszakban több edzőmeccset játszott Bécsi János együttese, különböző erősségű ellenfelekkel szemben mérhették le formájukat Varga Lászlóék. Az edző elmondása szerint a tervezett munkát elvégezték, de egy kis időnek még el kell telnie ahhoz, hogy az általa elképzelt csapatot láthassa a pályán. Mivel egy fiatal csapatról van szó, tehát mindenféleképpen szeretnék egy harcos és egy agresszív védekezést és játékot támadásban. Védekezésben legyenek ütközések, faltok, kilépések, amit szeretnék, és ebből kontrajátékot, gyors játékot, gyors lerohanást, és felátfal ellen pedig széles játékot. Én úgy gondolom, ez benne van a fiúkban. Itt az a kérdés, hogy a mérkőzésen mennyit fognak tudni megvalósítani, és mennyire lesznek készek fejbe. Koruknál fogva úgy gondolom, hogy lesznek még azért hullámvölgyök benne a játékba. A rutin szerintem az még egy picit az ózjavára billen, de úgy gondolom, hogy megfelelő cserével és a megfelelő koncentrálással szerintem ott tudunk lenni velük partiban. A csapatkapitány Varga László szerint nem csak a pályán alakul a csapat, hanem a pályán kívül is egyre jobb közösség formálódik, ami elengedhetetlen a sikeres szerepléshez. Az új emberek elég hamar beilleszkedtek, úgy a kézben belül és a kézben kívül, magánéletben is. Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon egyben van a társaság, és hál' Istennek az edzés munkán is ez látszik, és remélem, hogy a meccseken is ez fog látszani, hogy nagyon egyben van a csapat. A hivatalos célkitűzés a legjobb 6 közé kerülés. Ez azért is fontos, mert a bajnokság végén összevonják a keleti és nyugati csoportot, így csak a legjobbak szerepelhetnek majd jövő ősztől az egycsoportos másodosztályban. A nyíregyházi KC a szombati nyitányon az Ózdot fogadja a Continental Arénában. Szombaton Ózdon kezdi a bajnokságot az MB2-es Máté Szalkai női kézilabda csapat. A legutóbbi bajnoknál nem volt jelentős játékos mozgás. A két távozó helyére 2 új kézilabdázó érkezett. A Vakarcs Krisztina által irányított együttes célja az, hogy dobogós helyen végezzen az északkeleti csoportban.
Címvédőként vág neki az NB2-es szezonnak az MMTK, ugyanis a Szalkaiak nyerték a legutóbbi bajnokságot, viszont nem vállalták a szereplést a magasabb osztályban. A Vakas Krisztina által irányított együttesnél nem volt jelentős változás, Sigér Dóra és Árnyas Petra távozott, helyükre Mátra Völgyi Gerda és Kis Gabriella érkezett. Mellettük olyan fiatalok készültek a felnőttekkel, akik később hasznára lehetnek majd a csapatnak. A július végén kezdődő felkészülés elején napi 3 edzés volt a programban, aztán a rajt közelettével csökkent a tréningek száma. Az MMTK részt vett egy hajdúböszörményi tornán is, a szakemberek szerint a megerősödött bajnokságban pedig a dobogót célozza meg a címvédő. Nagyon bízom abban, hogy ez a csapat, ahogyan tavaly befejezte, egységes csapat, egységet képviselve, most ugyanazokat a lehetőséget és erényeket már összecsiszoltan be fogja tudni mutatni itt a hazai közönségnek és idegenben is, ahhoz méltóan, mint egy bajnokcsapat, illetve céljaink között, elvárásaink között a bajnoki dobogó szerepel. Hát aztán ez, hogy milyen éremmel párosul, nyilvánvaló mi azt szeretnénk, hogy a legfényesebbel, de ezt meglátjuk majd a bajnoki szezon végeztével. A Máté Szalkai MTK szombaton annak az Óznak az otthonában lép pályára, amely ellen 7 gólos győzelmet aratott az előző szezon zárófordulójában. A cél ezúttal is a 2 pont megszerzése. Természetesen győzelmet várok a csapatomtól. Meglátjuk, hát a hosszú út, ugye, de az első mérkőzésen hál' Istennek ezt letudjuk. Én mindenképpen győzelmet várok a csapatomtól. A megyei érdekeltségű csapatok közül a nyitófordulóban a Kölcsédi eset Tiszaújvárosba látogat, a Vitkelse pedig a Debrecen második csapatát fogadja. Most pedig híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Tantermek, tornaterem és egy 500 adagos konyha épülhet a nyírbátori Bátor István Katolikus Általános Iskola gimnázium és szakgimnáziumban. A közel 1,3 milliárd forintos beruházás alapkövét pénteken tették le. A fejlesztéshez a forrást a Magyar Állam és az intézmény fenntartó Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye biztosítja. A magyar búza versenyképes exportáru is, ugyanis géntechnológiai módosításoktól mentes és kiváló minőségűnek számít. Eléri a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei búza termés az országos átlagot, ez hektáronként 5,2 tonna az idén. Sikeresen zárnak a turisztikai szálláshelyek a nyári szezon végén. A vendégészakák száma 2,6%-kal 1,9 millióra emelkedett országosan, a megyében is növekedett a vendégforgalom. Évente 500 lakástűz keletkezik megyénkben, a különböző szabályok betartásával azonban lehetne csökkenteni a lakástűzek számát. Tűzvédelmi nyílt napot tart szeptember 18-a és 20-a között a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófa védelmi igazgatóság. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, szombaton heti hír összefoglalóval jelentkezünk. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket, tudósításainkat elérik honlapunkon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős, meleg időre számíthatunk. Délnyugat felől változó nedvesség tartalmú, enyhe levegő áramlik fölénk. Az előttünk álló éjszaka eleinte változóan, majd többnyire erősen felhős lesz az ég. Kisebb eső, zápor előfordulhat. A változó irányú szél helyenként megélénkül. Reggelre általában 11 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős lesz az ég, több órás napsütés várható, zápor, zivatar inkább csak az esti óráktól fordulhat elő. A változó irányú szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos lökések is lehetnek. Délutánra 25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban változékony, egyre hűvösebb időre számíthatunk. Vasárnap egy hullámzó hidegfront hatására sokfelé várható kiadós mennyiségű csapadék. A jövő hét elején, kedden egy újabb hidegfront okoz csapadékos időt, és tovább csökken a nappali felmelegedés. A folytatásban is hűvös időnk lesz, napsütéssel, felhősebb időszakokkal, futózáporokkal.